Borba a görög itt a szegedi szabadtéri játékokon, ezúttal a nem a dóm adja a hátteret, de mégis miben lesz különleges ez a már oly sokszor feldolgozott mű itt Szegeden? Az első kérdésre válaszolok, akkor ugye a szegedi fogadalmi templom átépítési munkálatai miatt meg kellett fordulnunk, ami gyakorlatilag egy pozitívum lett az életünkbe, mert ezáltal egy új színpad kellett, és a régi színpad helyett egy abszolút modern, minden igényt kielégítő technikájú mobilforgó, duplaforgó színpadot kaptunk, és a világítási rendszerünk Tomcat Hid rendszerrel, tehát nagyon modern és nagyon jó, és megadja a lehetőséget, hogy bárhogyan tudunk fordulni, tehát hogyha kész a dóm, akkor akár visszafordulhatunk, maradhatunk így, vagy arénaszerűen is játszhatunk. Lehetőségünk van arra is, hogyha például melyik idén a legjobban menő jegyeladó darab, az a Mamma Mia. A Mamma Mia-ra úgy kötöttük már a szerződést a kooperációs partnerünkkel, a Madách Színházzal, együtt, tehát a külföldi jogtulajdonossal, hogy a Madách Színházi a Közszínházi Budapesti jog, a miénk a szabadtér és a turnéjog. Miután eszközeink vannak, hiszen a nézőtér és a mobil, a színpadunk is most már mobil, világítási parkunk van, de amennyiben igény van akár az országban, vagy a környező országokban, ahol igény van rá, akkor tovább tudjuk hasznosítani a darabot. Ugyanúgy tudjuk az eszközeinket is hasznosítani, hiszen lelátóstól, színpadostól, világítással és különböző eseményekre kölcsön tudjuk adni, tehát ez is egy pozitívum, hogy nem fekszenek évközben az eszközeink, hanem megvan a lehetőségünk, hogy valamilyen módon hasznosítsuk őket. A Zorba viszont, én úgy gondolom, hogy a Zorba az egy olyan mű, amely folyamatosan aktuális, hiszen arról szól, hogy az ember a mélypontjain át tudjon lépni, és segít ebben, hogy átlépjen, és ugye Kazán Zák is, akinek semmi köze, ugye aki írta a könyvet, semmi köze a tánchoz, mert tehát nem táncművész, és mégis úgy látja, hogy a tánc az, amiben bele lehet annyira feledkezni, hogy az ember a problémáin, a nagy nehézségein az életbe át tud lépni. És ugye ez egy táncművész számára ez, mintha olajoznák a lelkét természetesen. Ezen kívül a zene annyira pregnáns, annyira jó, annyira a lélek összes húrján játszik, hogy úgy gondolom, hogy a témájánál fogva is, és a lehetőségeinél fogva is abszolút ide való, és meg szerettem volna csinálni. Egyszerűen kikívánkozott belőlem, és ez a szegedi, ugye volt egy pilot projektünk, hogy úgy mondjam, Győrben, a szegedi verzió az egy abszolút, ez egy fesztivál verzió, amiben, hogyha itt lenézünk és halljuk a hátam mögött, énekar, zenekar, Szeged Tánc Együttes, Néptánc Együttes, balett, szólóénekes, Szolnoki Apolónia, Gyüdi Sándor vezényletével a zenekar, tehát egy hatalmas díszlet, hiszen több mint 30 méter széles, majdnem 10 méter magas díszlet, ami háromdimenziós, tehát bejárható felület, egy különös komputertechnikával vetítve van, tehát nem csak az esztétikát szolgálja és a szépség miatt van hátunk mögött a díszlet, hanem egyszerűen használni is tudjuk, és mégis képeket tudunk rávetíteni. De ez az egész, ez egy olyan markáns fesztivál lehetőség, hogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg megéri, hogy ebben nyissuk a szabadtérit az 55. szezonjában, és ebben a lehetőséggel, hogy megfordultunk. És hát nem véletlenül, nem szerénytelenségből vagyok én az első előadás rendezője, hanem úgymond hazai pályán én vagyok az első, aki a mélyvízbe beleugrik, és ha bármilyen probléma fölmerül, mert néha azért merülnek föl, akkor mégse egy vendégrendezőt teszek ki annak, hogy ezeket megoldja, vagy a hátán csattanjon az ostor, hanem megpróbálom akkor én megoldani itt a témmel, akik egyébként nagyszerűen dolgoznak, és tényleg mindannyiunk számára egy nagy kihívás és nagy boldogság. Ahogy látom, a Szeged Tánc Együttes, ugye amatőr együttes, először vannak dramatikus feladataik, tehát hogy egy darabot végig kell az egész évében a cselekményt kísérni, és az a lelkesedés, az a hihetetlenül jó, amit látok rajtuk, és hát nekem is egy kihívás, mert hiszen először dolgozom néptáncosokkal, akiknek megvannak a maguk pozitívai, mai negatívumai, tehát például nem olyan plasztikusak, mint a balettosok, viszont sokkal pregnánsabb, ritmikusabbak, és nagyon jól ebbe, hát ha hallja a zenét ebbe, és abszolút a ritmus, az erő benne van, amit a néptánc alappal hihetetlenül jól lehet csinálni, és hát az egész történet görög néptáncból indul, azok, ott vannak a gyökerei, amelyek azért színpadra vannak adaptálva,
És hát a néptánc alapok azért a néptáncosok vérében vannak, viszont az adaptációnak a líraibb részei, azok a balettosok feladatai. És hát van egy csomó rész, amivel viszont nagyon jó szimbiózisban vannak együtt, és nagyon egyszerre szépen dolgoznak. Úgyhogy én nagyon pozitívan nézem, nagyon nagy izgalommal, mindannyian nagyon izgulunk, és nagyon pozitívan nézem a dolgot, és hát nagyon remélem, hogy az elvárásainknak megfelelően egy méltó megnyitása lesz az idei szezonnak. Tehát az abszolút nem okozott gondot, hogy különböző képzettségű táncosok, különböző területről érkező táncosokat kell összefogni. Dehogy nem, hát ez egy gond, ezt meg kell oldani, ez egy feladat, amit meg kell oldani, de úgy érzem, hogy ugye hát ez a kihívás az egészben, és a másik oldalon, hogyha egy ilyen hatalmas lehetőség van, mint ez gyakorlatilag a legnagyobb investációja, a műszaki investációja a szabadtérinek 1931-es fennállása óta. Tehát amikor ez a megnyitás és megfordulunk, úgy éreztem, hogy mindenképpen bele szeretnék a megnyitóba egy szegedi elemet tenni. Tehát a szegedi elem természetesen a zenekar, énekar is, de hogy a színpadon is lássunk szegedi elemet, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon meg fogják hálálni, és a közönség is nagyon értékelni fogja ezt, mert ez így helyes, és úgy gondolom, hogy ez lelkileg az egész városnak is, és nekünk is ez nagyon fontos, és ezt értékelni fogják, és örömmel fogják nézni a darabot. És miért pont a Zorba lett az első? Azért, mert én úgy gondoltam, hogy ez egy olyan mű, amiben össze tudom ötvözni a néptáncot a balettal, tehát nem kényszerből, hanem tényleg a darab dramaturgia és a zenei elemeinek az alapján. Ez egy olyan dolog, hogy egy olyat kerestem, mert ugye most van egy néptáncfesztivál is két évente, és a Szeged tánc együttesnek három együtteséből vannak benne emberek, ami hát egy elég nagy számú tánckart jelent, tehát összesen majdnem 60-70 táncos lesz a színpadon időnként, ami úgy gondolom, hogy egy ekkora színpadra kell is, és az ember, amikor ebbe gondolkodott, hogy egy olyan nem hattyúktavát, vagy egy diótörőt, vagy egy néptáncot nem tudok, mert akkor kiszorul a balett, vagy kiszorul a néptánc, én úgy gondolom, hogy ez egy erőlködés nélkül ez adta magát, és egy olyan, amihez nekem kedvem van, és boldogan csináltam, tehát én nekem ez olyan, mint egy most egy kis túlzással, hogyha egy impressionista lát egy naplementét, és úgy kikívánkozik, vászonra kívánkozik ez a kép tőle, én nekem ez olyan, hogy én nekem kedvem volt ezt megcsinálni, és boldogan csináltam, és remélem ez látszik is, és tudom motiválni az embereket, és én örömet szeretnék szerezni a nézőknek, és úgy gondolom, hogyha ebben a mai világban ugye Zorbát, mint példát felállítjuk, és ez nem kell, hogy tánc értő legyen a közönség. Eljön valaki, egy olyan dramaturgiája van a darabnak, hogy azt kísérni tudja a közönség, figyelemmel tudja kísérni, megérti, miről van szó, és hogyha élvezi a darabot, kap tőle valamit, kicsit átsegíti a saját bajain is, és egy picit gazdagabban megy haza, és két órára elfelejtette a gondjait, bajait, akkor már úgy érzem, hogy megérte ezt megcsinálni, és tudtam valamit adni a közönségnek.